Tudjátok, hogy mire jöttünk ma ide? Remélem, igen. Autómentes! Szuper! Mindenki tudja, hogy mire jöttünk, így van. Valóban autómentes napot tartunk a városban. Bízom benne, hogy ma sokan a tehetik gyalogosan, kerékpárral, hogy más eszközelnek nem feltétlenül autóval fognak közlekedni. Arra kérlek benneteket, hogy ti is kérjétek meg otthon anyát és apát, hogy reggelente inkább induljatok el egy picit korábban, és ha lehet, akkor az óviba, meg a suliba, ha tehetitek, biciklivel vagy gyalogosan menjetek. Először Bonyhádváros polgármestere Filóné Ferenc Ibolya köszöntötte a jelenlévő fiatalokat az autómentes nap alkalmából. Majd egy átmozgató zumbával vette kezdetét a rendezvény a településen. A város már több éve csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. Az eseményre a környező iskolákból és óvodákból is ellátogattak. A program elsődleges célja az volt, hogy előtérbe helyezze a fenntartható közlekedést. Bonyhádváros önkormányzata idén 19. alkalommal csatlakozott az Európai Megmozduláshoz, ez az Európai Mobilitási Héthez, melynek keretében ma ismét autómentes napot tartunk. Leginkább a diákoknak, fiatalabb korosztálynak, de természetesen vannak tanárok, szülők és nagyszülők is szerencsére. A mai programnak az a célja, hogy a lakosságot felkészítsük a jövőbeni forgalom, hát úgymond csökkentésére, és a fenntartható közlekedést helyezzük előtérbe. Ezért kerékpárokkal, rollerekkel, illetve gyalog közlekedünk a mai nap folyamán, és a programjaink is nagy részt erről szólnak, illetve a biztonságos közlekedésről. A programok között egészségfejlesztő játékok, kresszsuli, illetve e-roller közlekedésbiztonsági feladatok várták a diákokat, érdeklődőket. Ki lehet próbálni idén ismét a trükkös kerékpárokat, kezes-lábas játszóházat, amiben szuper játékok vannak, illetve van kresszsulink, ahol a gyerekek közlekedhetnek gyalogosként, illetve úgymond autóval, ami számukra ugye kis biciklit, rollert jelent, és megismerhetik a kressz szabályait ezáltal. A mai napon nem csak mi, mint Bonyhádváros önkormányzata veszünk ebben részt, hanem most zajlik az Európai Biztonsági Hét is, melynek keretében a katasztrófavédelem és a rendőrség is részt vett a programjainkon, így megismerhetik úgymond a baleset megelőzés szempontjait is, hogy kell biztonságosan közlekedni. Füstsátort próbálhattak ki a gyerekek, mentőautót, rendőrautót, tűzoltót nézhettek meg, kockákból közlekedési táblákat kellett kirakni, kressztesztet tölthettek ki a mai nap folyamán a gyerekek. Reggel 9 óra 30-kor volt egy gyalogos felvonulásunk, amivel demonstráltuk azt, hogy igenis gyalog is lehet közlekedni, iskolába járni. A délután folyamán pedig voltak, akik biciklire ültek, és csatlakoztak a kerékpáros felvonuláshoz, amelynek élén Köllő Roland, a helyi sportközpont igazgatója, és ikertestvére Köllő Babetta, a Völgységi Városból származó színész műsorvezető tekert. Hát nagyon jó hazajönni Bonyhádra, az Ibolya is kérte, hogy jöjjek, a polgármester asszony, mert nyilván az egészség az nekem nagyon fontos, és ha hirdetünk egy autómentes napot, vagy egyetem bármi, ami az egészségről szól, abban én benne vagyok, mert ahogy az ember a kora halad előre, te ezt még nem tudod, de ahogy az embernek a kora halad előre, egyre fontosabb szerepet kap az egészség. Egy ilyen PET palack kell lenni, nagy kampányban is benne vagyok, és ez nagyon fontos a földünk szempontjából. Ez nyilván az egészség szempontjából is nagyon fontos, mert ugye belélegezzük és megesszük gyakorlatilag a mikroműanyagokat, de ezen kívül én járok edzőterembe hetente 3-4-szer, ahogy időm engedi, és próbálok egészségesen élni. Nem azt mondom, hogy nem bűnözök, és nem azt mondom, hogy nincsenek időnként túlkapások, inkább azt mondom, hogy megpróbálom a lehetőségekhez képest a legjobbat kihozni a helyzetből mindig. Sajnálatos módon azért Budapesten ez egy fokkal nehezebb, tehát most mondtam tesómnak, hogy itt körbe bringáztuk Bonyhádot, hogy ezek gyakorlatilag azok az útvonalak, ahol én gyerekkoromban jártam, úgyhogy megértem tesómnak, hogy ősszel hazajövök, lerakom az autót valahol az utca végén, és bringázni fogok napokon keresztül. Erre Pesten azért nincs lehetőségem. De gyakorlatilag ahogy kijönnék az utcából, onnantól kezdve már nem nagyon tudok sehova menni bringával. Nagyon jó. Szépen lassan üzemgyőn fog meg a turbonyomás. Az egészséges életre való nevelés az már ugye az iskolában, meg a gyerekeknek a családi környezetben megkezdődik, és nagyon fontos, hogy olyan programokat szervezzünk a gyerekeknek is, meg és a családoknak is, hogy gyakorlatilag ösztönözzük arra őket, hogy minden nap sportoljanak.
A mindennapos testnevelés egy nagyon jó dolog, hiszen a gyerekek minden nap tudnak mozogni iskolai kereteken belül, de ugye ez nem elegendő. Nagyon fontos az, hogy akinek van affinitása, tehetséges, az mindenféle sportágban próbálja ki magát, és a végén majd kiderül, hogy miben tehetséges, azt kell majd erőltetni, és abban lehet majd specializálódni. De én, amikor a gyermekeim kicsik voltak, akkor mindig mi is arra törekedtünk, hogy minden nap sportoltassuk őket, megmozgassuk őket, legyen az foci, úszás, kosárlabda, atlétika, teljesen mindegy, csak sportoljanak minden nap. És a végére kiderült, hogy mihez van kedvük, mit szeretnének legjobban csinálni, és abban támogattuk őket. A délutáni kerékpáros felvonulás után a Mozdulj Bonyhád programsorozat eredmény hirdetése és tombola sorsolás zárta a jó hangulatú eseményt.